szerkesztőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Pedelek tesztelést indította a PTL Zöld Egyetem. A munkába járást könnyítheti meg az elektromos kerékpár. Több éves börtönbüntetésre számíthat az elkövető, vádat emeltek egy kifosztott hajléktalan gyében. Parkolási gondok és közlekedési rend. Megkérdezi a lakókat a területi képviselő. Anconai szerelmesek 2. A fotós próbán járt stábunk. Újabb pedelek tesztelési programot indította a PTL Zöld Egyetem programiroda. Ezek az elektromos kerékpárok az egyetem munkatársainak munkába járását könnyítik meg, melyeket szerdán ünnepélyes keretek között adtak át. Egyúttal elkezdődött a 15 darab pedelek tesztelése is. Idén a Zöld Egyetem program keretében nagy hangsúlyt kap a környezeti fenntarthatóság és azon belül a közlekedési fenntarthatóság is. Míg az év elején elindult egy olyan program, amelynek keretében kerékpárokat biztosítottak az egyetem munkatársainak egy év időtartamra. Ennek célja az volt, hogy népszerűsítsék ezt a közlekedési formát. Egy nyereményjátékot is elindítottak, melynek során a legaktívabb kerékpározókat díjazták. Az újabb program kapcsán pedig pedelek kerékpárok kipróbálására van lehetőség, mondta Decsi István kancellár. Ez most egy összetettebb teszt, együttműködés, ugyanis kapnak, vagy lesznek olyan munkatársak, akik a munkába járáshoz kapnak kerékpárokat, és emellett hivatásszerű forgalomba is szeretnénk ezeket az elektromos kerékpárokat tesztelni. Ez azt jelenti, hogy a napközben kampuszok között is használni fogják a munkatársak, és szeretnénk azt látni, hogy abban a domborzati viszonyban, mert Pécs van, ez mennyit segít az ő feladataik ellátásához, a mobilitást az hogyan segíti, és bízunk benne, hogy azok az elképzelések, amiket itt megfogalmaztunk, azok valósak lesznek, népszerű lesz, könnyíteni fogja a mobilitást, és mindezt fenntartható környezetbarát módon, és akkor szeretnénk ebben a területen is előrelépni. A Pécsi Tudományegyetem a Magyar Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézettől felkérést kapott a pedelek tesztprogramban való részvételre. Ennek köszönhetően két munkatárs november végéig teszteli az elektromos kerékpárokat, amelyhez egy applikáció is tartozik. Ez az applikáció segít abba is, hogy a kerékpárokat be lehet osztani, tehát lehet foglalni, hogy minél inkább ki legyenek használva. Mind a mellett, pedig, ahogy mondtam, hivatásforgalomban is, vagy hivatásszerűen is a munkatársaink használhatják majd a feladataik ellátásához, egyik kampuszra átmenni a másikra. A teszt célja, hogy milyen távokon, milyen telephelyek között tudják költséghatékonyan, praktikusan kihasználni a kerékpárokat az egyetemi polgárok, munkatársak megosztott hivatásforgalmú használattal, illetve munkába járás során. Akár 7,5 év börtönbüntetést is kaphat az a férfi, aki kifosztotta ismerősét egy hajléktalan szállón. Az ügyészség most emelt vádat ellene. Az elkövetőnek nem ez az első esete a hatóságokkal. Hajléktalan emberek ezen a felvételen nem elég, hogy a fedél nélkül élők kiszolgáltatott helyzetben vannak, még a társaik között is akadhat olyan személy, aki megkárosíthatja őket. Ilyen ügyben emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A vádirat szerint a 40 éves vádlott férfi Pécs területén hajléktalanként él. 2023. decemberében egy délután együtt tartózkodott egyik hajléktalan szálon, mások köztük a sértett nő társaságában. Együtt italoztak, közben a sértett nő az asztalra borulva elaludt. A vádlott kihasználva a sértett alvó, így védekezésre képtelen állapotát, elvette a sértett nő mobiltelefonját, 20 000 forint készpénzét és levette a lábáról a cipőit is. Ezeket eltulajdonította. A kifosztással 75 000 forint kárt okozott. Tettének súlyos következményei lehetnek, főleg azért, mert nem először követel törvénybe ütköző cselekedetet. A pécsi járási ügyészség kifosztás büntettével vádolja a férfit. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés, de tekintettel arra, hogy a vádlott többszörös visszaeső, vele szemben a büntetési tétel felső határa a felével emelkedik, így az irányadó büntetési tételkeret 1 évtől 7,5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség a vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. Így akár évekre börtönbe kerülhet a vádlott. Erről majd a bíróság dönt. Az eltulajdonított személyes tárgyakat megtalálták, azokat sikerült visszaadni a tulajdonosának. Rövid híreink következnek.
tematikus túrát tartanak az Abaligeti barlangban. Most pénteken délután 2 órakor a program résztvevői az általános barlangi túránál részletesebben ismerhetik meg a barlang kialakulásának földrajzi folyamatait, a karszterületek működését. A tematikus túra során nem csak szemügyre vehetik a szebbnél szebb cseppköveket, a barlang oldásos és koptatásos formakincsét, hanem kialakulásukról, fejlődésükről is számos érdekességet hallhatnak a látogatók. A programon való részvételt 12 éves kor felett ajánlják. Idén is lehet különféle örökzöldeket, mediterrán különlegességeket, évelő és szezon növényeket vásárolni pénteken Pécsett a Kossuth téren, közölte a Biokom. A téren 10 és 17 óra között állítják ki a virágárusító standokat a város központjában. A látogatók több kertészeti áruda növényválasztékából válogathatnak. A vásár ideális alkalom arra, hogy a látogatók beszerezzék az őszi kertészkedéshez szükséges növényeket, amelyekkel otthonaikat, kertjeiket még szebbé varázsolhatják. Az árusítók örökzöldek, őszi rózsák, krizantémok, növénykülönlegességek, virághagymák és szezonális évelő dísznövények széles kínálatával várják az érdeklődőket. Egy férfi arról tett bejelentést a rendőrségre, hogy valamikor június 19-e és 22-e között Szigetváron elhagyta a pénztárcáját, amelyben személyes iratait és a bankkártyáját tartotta. Valaki megtalálta azt, és a bankkártyával egy helyi bankautomatából pénzt vett fel. A szigetvári rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyéről vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a szigetvári rendőrkapitányságon. Parkoló autók nehezítik a pécsi Marosvásárhely utcában lakók életét, mondja a terület képviselője. Kezdeményezésére most azt mérik fel, hogy milyen forgalmi rendet támogatnának az itt élők, amivel enyhítenék az utca zsúfoltságát. Valódi megoldás parkolóház építése lenne a politikus szerint. Elhagyja a kijelölt parkolóhelyet ez a piros autó a pécsi Marosvásárhely utcában. Éppen a parkolás a sok autó okoz gondot az itt élőknek. A terület önkormányzati képviselője azt mondja, az utcában egyirányú és kétirányú forgalom is van. A felfestett egyirányú részen nincs gond a parkolással most már. Ugyanakkor az utca keleti szakaszán pedig ott kétirányú közlekedés zajlik, tehát mindkét sáv az forgalmi sávnak számít. Éppen ezért itt a parkoló autók azok meglehetősen olyan parkolási helyzetet teremtenek, az utca mindkét oldalán parkolnak, kapubejárók előtt megállnak a szembelévő oldalon, és emiatt nagyon sok lakossági megkeresés érkezik hozzám, mint a terület megválasztott képviselőjéhez. A pécsi városüzemeltetési cég részéről felmerült az ötlet, hogy a kétirányú szakaszt egyirányúsítanák. A képviselő szerint erről meg kell kérdezni a területen élőket. Ilyen döntést nem lehet meghozni környező utcák, illetve az ottani lakosság megkérdezése nélkül, hiszen vannak, akik ebben érdekeltek, megint másoknak mások a közlekedési szokásaik, tehát egy nagyon pontos képet kell kapni arról, hogy mielőtt bármibe is belevágnánk, hogy mit szeretnének az ott élők. Éppen ezért egy igényfelmérést indítottunk itt a Marosvásárhely utca keleti szakaszán és a két szomszédos utcában, amelyben arról kérdezzük a lakókat, hogy szeretnék-e, hogy egyirányú legyen az utca, és hogyha igen, akkor pedig melyik irányba szeretnék, hogyha az egyirányú közlekedés megtörténne, és akkor ezáltal ugye ezek a kijelölt várakozóhelyek felfestésre kerülhetnének. Barkóczi Csaba szerint egy régi parkolási probléma lecsapódása, ami kialakult Ispitalján. Az autók elhelyezésére, a belváros közeli utcák tehermentesítésére hatásos megoldást kell találnia Pécsnek. A valóságban az igazi megoldást az jelenteni, hogyha nagyobb parkolóházak vagy parkolóterületek létesülnének a belváros frekventáltabb pontjain, hogy azok a
az ide munka, ügyintézés, egyéb céllal a város különböző részeiből vagy a környező településekről érkezőket fogadni tudják, és akkor nem Ispitalját, illetve a belvároshoz közeli egyéb városrészeket terhelni ez a típusú forgalom. A Marosvásárhely utcában mintegy 40 háztartást érint közvetlenül a parkolás ügye. Azonban ténylegesen a pécsieket, baranyaiakat is, hiszen a közelben van a gyermekklinika, ahova sokan érkeznek autóval, de vannak itt még különböző intézmények, hivatalok, iskola, óvoda, ahova szintén el szeretnének jutni akár autóval az emberek. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A baranyai rendőrök is fokozott ellenőrzést tartottak október 7-e és 13-a között az utakon. Ez idő alatt több mint 900 esetben kellett intézkedniük. A Figyeld az utat akció egy európai kampányhoz kapcsolódott, amelynek keretében az egyenruhások elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználatot ellenőrizték, de nagy hangsúlyt kapott minden egyéb olyan cselekmény, amely elvonhatja a sofőr figyelmét. Ahogy a Baranya vármegyei rendőrsége a közösségi oldalán beszámolt, az egyhetes akció során több mint 900 esetben kellett intézkedniük. Ezek közül csak nem 100-szor azért, mert telefonoztak vezetés közben, több mint 300-an pedig a biztonságjövet nem használták. Ismeretlen tettesek ellen tett rendőrségi feljelentést a Mecsekerdő ZRT, mert a napokban a gondozásukban lévő HESZ keresztet megrongálták. A társaság honlapján számolt be az esetről, miszerint a Keletmecsek lábánál Erdős Mecske és Ófalu között található HESZ keresztet október 14-én ledöntötték. A kereszt egy 170 évvel korábban történt tragikus eseménynek állított emléket. Az emlékmű felújítását már megkezdték, így az várhatóan 1-2 hónap múlva visszakerülhet a helyére. A társaság arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az esetről, jelentkezzen a hatóságoknál. Pécset éppen 20 évvel ezelőtt volt műsoron, és több mint 100 előadást élt meg Vajda Katalin zenés komédiájának első része, az Ankonai szerelmesek. A darab sokakban ébreszt a mai napig jó emlékeket. Az Ankonai szerelmesek 2-t Vidákovics Szláve rendezésében láthatja most a közönség, stábunkkal a főpróbán jártunk. Buonasera, signore, signori! Stasera vi presentiamo una vera commedia! A premiért megelőzvén az úgynevezett fotós próbára érkezett stábunk. A bemutató előtt 2 nappal már minden a lehető legjobb sínen van az Ankonai szerelmesek 2 című zenés komédiában. A történetben szerelmi és egyéb összekuszált szálak kibogozása lesz a rendezői feladat, most a történet szerint 20 évvel később is. Csak nem Ankonában, hanem a helyszín a Balaton lesz 1989 nyarán egy szótüdülőben. A rendező pedig Vidákovics Szláven. Pont 20 évvel ezelőtt volt itt az Ankonai szerelmeseknek a bemutatója az első résznek, nagyon nagy sikerrel Balikó Tamás rendezte, és a második rész, ami a Balatonon játszódik, az pont 20 évvel később van. És mi is ezt most pont 20 évvel később mutatjuk be. Ez a mostani előadás, ennek természetesen hát az aktualitását keresjük, mindig találunk benne. Ez a rendszerváltáskor játszódik 1989-ben, ami, hogyha megnézzük a magyar drámairodalmat, akkor nagyon kevés mű született, vagy születik, ami pont ezzel foglalkozik. És az előadás pedig egy, ennek a humoros és zenés oldalát testesíti meg, ahogy egy külföldiek, ahogy egy olaszok eljönnek Magyarországra, és hogyan élik ezt át. A rendező azt mondja, nem ez a fővonal az előadásnak. A lényeg, hogy egy könnyed, humoros, szórakoztató előadást hallnak, látnak majd a nézők. A szereplő válogatásnál fontos szempont volt, hogy valamennyien tudjanak énekelni, hiszen egy zenés darabról van szó, hangsúlyozta Vidákovics Szláven. Ebben fantasztikus olasz slágerek vannak, és én úgy érzem, hogy a Pécsi Nemzeti Színház társulata és azok a színművészek, akik ebben az előadásban szerepelnek, azok mind fantasztikusan élnek, énekelnek is, az mellett, hogy fantasztikus művészek, fantasztikus színészek. És én úgy érzem, hogy sikerült egy nagyon ütős színészgárdát összehoznunk, és
és nagyon remélem, hogy a közönségnek is nagyon tetszeni fog. Vajon az utolsó próbán, főpróbán kell-e még korrigálni, változtatni, javítani egy darabon? Kérdeztük a rendezőt. Főpróba héten még apró simítások vannak, természetesen az utolsó próbáknál már csak ilyen nagyon pici korrekciók vannak, és hát én nagyon remélem, hogy a házi főpróbánál, vagy a nyilvános főpróbánál már egy teljes értékű előadást fognak látni az ide látogatók. A bemutató előadás október 19-én lesz a Pécsi Nemzeti Színházban. A zenés komédiáról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. A régió híreivel folytatjuk. Megtartotta alakuló ülését a dombóvári képviselőtestület. Pintér Szilárd polgármester, a 11 önkormányzati képviselő, valamint a horvát, a német és a roma nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselői tették le esküjüket. Megalakult az új önkormányzati ciklus dombóvári képviselőtestülete. Futó Péter, a dombóvári 4-es számú választókerület önkormányzati képviselője számolt be az elkövetkező 5 éves ciklusban tervezett beruházásokról, fejlesztésekről. Az én képviselői körzetem Dombóváron a legnagyobb területen helyezkedik el, ugye Kertvárosból, Tüskepusztából, Bunarasból, Szilfáspusztából és Mászlónpusztából el. Képviselői célunk az, vagy a célunk az, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápoljunk a város lakosságával. Dombóváron nagyon elhanyagolt állapotú a közút, illetve a járdahálózat. Mindenféleképpen szeretnénk az elkövetkezendő 5 évben ezeknek a fejlesztését elindítani. Várhatóan Kertváros útépítési projektje jövő évben elindulhat, erre megvan a forrásunk, jelenleg a közbeszerzés tart. Pintér Szilárd, a város polgármestere is letette esküjét. A városvezető bízik abban, hogy az elkövetkező időszakban számos fejlesztést sikerül megvalósítaniuk. 2019-ben elkezdtük, hiszen 2019-hez hasonlóan minden 8 körzetet megnyertük 2024-ben is. Nyilván ez nem szabad gátatlannak, hogy ez a konstruktív együttműködés mentén sikeresen fejlődjön tovább Dombóvár. Sajnos nagyon nehéz időszakot tudhatunk magunk mögött, hiszen mindenki által ismertek a pandémiás évek, az energiaárubanás, amely sújtott minden magyar háztartást és így az önkormányzatokat is. De úgy látom, hogy 2024 második felére rendeződnek a dolgaink, és hiszem benne, hogy a 24-29-es ciklus egy sokkal sikeresebb lesz. Sajnos, ha őszinte vagyok, azt kell mondanom, hogy nagyon sok restanciánk van, hiszen nagyon szeretünk volna egy új üszodát a térségbe, nagyon szeretünk volna egy új mentőállomást. Én hiszem és remélem, hogy ezek az álmaink most már hamarosan meg fognak valósulni, hiszen az ország gazdasági mutatói abban az irányba mennek, hogy 25-26 lehet az a reális cél, amikor ez el fog készülni. Az alakuló ülésen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Október 1-től folyamatosan az országban mindenhol 15 napon belül alakulnak meg a képviselőtestületek, illetve a közgyűlések. Erre sor került egyébként Tolna vármegye esetében is múlt pénteken, mai napon pedig itt Dombóváron is a képviselőtestület alakulésén vehetünk részt, ahol egyébként a nemzetiségi önkormányzatok is megalakultak. Megválasztották a tisztségviselőiket, illetve a képviselők, polgármester úr letehette az esküt. Én szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett június 9-én a választásokon. A város vezetése elkötelezett a fejlődés iránt, a következő időszakban is aktívan szeretnének dolgozni a közösség érdekében. Még csak alig pár napja, október 11-én pénteken alakult meg Bátaszékváros önkormányzatának képviselőtestülete, a politikusok már is megtartották első ülésüket, tárgyaltak háziorvosi rendelésről és iskoláztatási támogatás biztosításáról is. Az új képviselőtestület megalakulása után pár nappal, október 15-én már is üléseztek a bátaszéki képviselők, és számos fontos napirendi pontról döntöttek. A 4-es számú felnőtt házi orvosi körzetben november 1-től dr. Galambos Éva praktizál teljes munkaidőben 20 órás rendelési idővel. A körzet feladatait közel 4 évig helyettesítéssel dr. Szabó Péter látta el. Dr. Galambos Éva belgyógyász és kardiológus szakorvosként tevékenykedett évtizedeken keresztül a vármegyei kórházban. Így nagyon-nagyon örülünk, hogy ezen a két területen egyébként a hatalmas szakmai tudásra rendelkező doktornő Bátaszéket választotta, és a következő időszakban nálunk fog feltűnő házi orvosi tevékenységet ellátni.
A képviselők döntöttek arról is, hogy kibővítik az iskoláztatási támogatási pályázati rendszert. Egészen idáig a II. Géza gimnázium 7-es és 9-es diákjai számára biztosítottak ilyen jellegű támogatást. Visszamenőlegesen szeptember 1-től a Kanizsai Dorottya Általános Iskola 1. és 5. évfolyamára járó tanulók után is fogunk támogatást biztosítani, és az eddigi 10.000 forint helyett 15.000 forintot biztosítunk tanulónként annak érdekében, hogy ezzel is segítsük a szülők terét egy kicsit csökkenteni a beiskolázással kapcsolatban, és hogy talán egy kicsit tudjuk népszerűsíteni a városunkban működő két oktatási intézményünket is. A tanulók támogatása mintegy 2 millió 85.000 forint saját önkormányzati forrást igényel a város 2024. évi költségvetéséből. Döntés született arról is, hogy a beérkezett pályázatok alapján hányan részesülnek majd felsőoktatási ösztöndíj pályázatba, pályázati támogatásba. 2 évvel ezelőtt hozta létre a város ezt a lehetőséget, és most a következő időszakban szeptembertől januárig, azaz a ennek a hallgatói fél évnek az időszakára 21 bátaszéki diák részesül majd a várostól ösztöndíj támogatásba. A támogatásuk mértéke az 10.000 forinttól 20.000 forintig terjed havonta. A felsőoktatási támogatás 1 millió 375.000 forintot vesz igénybe. Elindult az ingyenes elméleti tanfolyam a jogsi megszerzéséhez a végzős középiskolásoknak. Az online KRESZ oktatás a Kréta rendszerben érhető el. A tanfolyamhoz a tananyagot az állam, a technikai hátteret az iskolák biztosítják. A Siófoki Szakképzési Centrum iskolái már felmérték, hogy mennyi diák szerette élni a lehetőséggel. Az e-jogsi menüpont biztosítja számunkra azt, hogy jelentkeztethessük a tanulókat. Itt kezelhetjük ezen belül a diákokat. A Barosban már megkezdték a jelentkezést a fiatalok az eljogosítvány megszerzésére. Jelenleg még az adminisztratív jellegű folyamat zajlik az intézményben. Eljogosítványnak az elő megszerzésének az előkészítése zajlik pillanatnyilag. A tanulóknak a részéről mérjük fel az igényeket, hogy hány tanuló lenne, aki jogosult erre, és még nem rendelkezik jogosítvánnyal, és megkívánja szerezni ennek a lehetőségnek a keretében. A tanulók többsége szeretné kihasználni a lehetőséget, hiszen szimpatikus számukra, hogy ismerős környezetben vizsgázhatnak, emellett az anyagi költségek csökkenése is fontos szempont. Maga az, hogy központilag itt az iskolában tudjuk megszerezni a jogosítványt, ez egy nagy segítség. Ha ezt mondhatom a diáktársaim nevében is, hogy aki vidékről jön, az ugyanitt meg tudja szerezni a jogosítványt, és ez egy segítség annak, aki mondjuk nehéz anyagi környezetből jön, hogy ennyit áll az iskola. Az állam által nyújtott csomagban 3-3 ingyenes vizsga szerepel, melyek novembertől indulnak. A tanfolyamokat és vizsgákat a Kréta felületen lehet elérni. A vezetés gyakorlati oktatása továbbra is piaci iskolákban történik. Kréta rendszeren keresztül biztosítsa a tanulóknak a jelentkezését. Utána a felkészüléshez ugye maga a Kréta rendszer nyújtja már az elektronikus tananyagot. Az iskolának kell majd megszerveznie az egészségügyi kontaktóráknak az időpontjait, és magátnak a vizsgaidőpontoknak a kijelölése, illetve a lebonyolítása szintén az iskolának a feladata. A kormány 2018-ban kezdte támogatni a jogosítványszerzést, egy olyan rendszert alakítottak ki, amelyben az államkincstárnál lehet visszaigényelni a közlekedési alapismeretek tanfolyam és a sikeres vizsga díjának összegét, de legfeljebb 25.000 forintot. Mára mintegy 5 milliárd forint értékben közel 200.000 fiatalnak segítettek, hogy jogosítványt szerezzenek. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Pedelek tesztelést indított a PTL Zöld Egyetem. A munkába járást könnyítheti meg az elektromos kerékpár. Több éves börtönbüntetése számíthat az elkövető, vádat emeltek egy kifosztott hajléktalan ügyében. Parkolási gondok és közlekedési rend. Megkérdezi a lakókat a területi képviselő. Anconai szerelmesek 2. A fotós próbán járt stábunk.
Pénteken a Dunától keletre sok-sok napsütésre számíthatunk. A Dunántúlon viszont napközben több felé megnövekszik a felhőzet, de csak néhol nyugaton, délnyugaton alakulhat ki átmeneti jelleggel kisebb eső, zápor. Reggelre foltokban pára kötképződhet. Délelőtt 10-16, délután 15 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!